Beszéljünk akkor röviden a HACCP-ről. HACCP rendszer lényege. A HACCP Hazard Analysis Critical Control Point, tehát magyarul veszélyelemzés, kritikus szabályozási pont. Nemzetközileg elfogadott módszer arra, hogy a lehetséges veszélyeket azonosítsuk, értékeljük, kezeljük, a biztonságos élelmiszerek forgalmazása érdekében, valamint rendszer arra, hogy meghatározza, hogy az egyes tevékenységeket ki, hol, hogyan és mikor végezze, a fogyasztók egészségvédelme, biztonsága érdekében. Ha valaki Magyarországon HACCP rendszert szeretne bevezetni és működtetni, annak legegyszerűbb, a magyar élelmiszerkönyv előírásai figyelembevételével ezt a feladatot végrehajtania. A HACCP rendszer bevezetésének célja. A HACCP rendszer célja az élelmiszerbiztonság megteremtése és folyamatos fenntartása annak érdekében, hogy a fogyasztók részére értékesített élelmiszer ne okozzon egészségügyi ártalmat. Fertőzés, mérgezés például. A hangsúly a megelőzésen van, ami csak tudatos, szervezett és következetes tevékenységgel érhető el. Az ételek és élelmiszerek előállításának és forgalmazásának teljes folyamatában biztosítani kell a nyomon követhetőséget. Szükség esetén a gyors intézkedést. És ha kell, az áruk visszahívását is a fogyasztók egészségkárosodásának megelőzése céljából. A HACCP rendszer kiépítésének célja továbbá az élelmiszer előállítás és kereskedelem elősegítése, valamint a bizalom erősítése azáltal, hogy a partnerek és a fogyasztók számára igazolhatóan nemzetközileg elfogadott egységes szervezetben valósul meg az élelmiszer előállítás és a kereskedelem. Magyarországon az ANTS feladata ellenőrizni, hogy elkészítették-e a technológiai folyamatnak megfelelő elemzést, illetve kialakították-e a gyártás folyamán a kritikus pontok önellenőrzési rendszerét, és használják-e azt. A veszély fogalma. A veszély a HACCP rendszer értelmében az élelmiszerben jelenlévő biológiai, kémiai, fizikai anyag, vagy élelmiszer olyan állapota, amely a fogyasztónál egészségi ártalom kialakulásához vezethet. A veszély mindig egészséget veszélyeztető anyag jelenlétét jelenti az élelmiszerben. Ez lehet biológiai, mikrobiológiai, kémiai és fizikai eredetű anyag. Biológiai, mikrobiológiai veszélyek. A mikrobák egy része eleve benne van az egyes élelmiszer nyersanyagokban. A nyers baromfi hús, a nyers baromfi belsőségek, a nyers tojás nagyon gyakran tartalmaznak szalmonellákat, E. coli bacillusokat is. Ezért nagyon fontos, hogy ezeket más élelmiszerek keresztszennyeződésének kizárása miatt szigorúan elkülönítetten kezelni, valamint, hogy forgalmazásuk során a hűtőláncot betartani. Egyes állati eredetű élelmiszerekben előfordulhatnak olyan mikrobák is, amelyek a hűtőszekrény hőmérsékletén is képesek szaporodni. Ezért nem szabad az egyes élelmiszereket még a hűtőszekrényben sem a fogyaszthatósági időn túl tárolni. Más kórokozók, ilyenek például a vérhast okozó, vagy a széklet útján terjedő vírusok, rota és kalivírusok, A-típusú fertőző májgyulladás kórokozója, amelyek csak nem kizárólag közvetlenül az emberről kerülnek az élelmiszerekbe, a személyi higiéniás előírások be nem tartása, elsősorban a kézfertőtlenítés elmalasztása miatt. A vírusok az élelmiszerekben nem szaporodnak.
Az eddig említett mikrobák közvetlenül, mint egy fertőző betegséget okozva betegítik meg a fogyasztót. Kémiai veszélyek. A vegyi anyagok a legkülönbözőbb módon kerülhetnek az élelmiszerekbe. Egy részük a mezőgazdasági termelés állattartás során kerülhet az élelmiszerekbe, vagy akár természetes tartalomként lehet bennük, például mérgező gombák. Más részük az élelmiszer előállítás során juthatnak az élelmiszerbe. De a szakosítás szabályainak be nem tartása miatt keresztszennyeződésként is bejuthatnak ugye az élelmiszerekbe, vagy a nem megfelelő minőségű csomagolóanyagból eszközből is bekerülhetnek. Bár a vegyi anyagok élelmiszerek fogyasztása útján ritkán okoznak heveny egészségkárosodást a fogyasztóknál, azonban azok az emberi szervezetbe lassan felhalmozódva akár nagyon súlyos krónikus betegségeket, esetleg rossz indulatú daganatos megbetegedéseket okoznak. Fizikai veszélyek. Fizikai szennyeződésként az élelmiszerekben jelen lehetnek az alapanyagok fogyasztására alkalmatlan veszélyt jelentő részei. Például csontszilánk, tojáshéj. De bejuthatnak az élelmiszerekbe külső szennyeződésként is, például üveg, fémszilánk, faszákák és a csomagoló anyagdarabok. HACCP dokumentálása. A bevezetett HACCP rendszer dokumentálni kell, bizonyítva, hogy a fogyasztók egészségének védelme érdekében a tőlünk észszerűen elvárható minden intézkedést megtettünk. A dokumentumnak tartalmaznia kell a következőket. Takarítás fertőtlenítési útmutató. A lehetséges veszélyforrások elemzését, valamint azon pontok meghatározását, ahol a feltárt veszélyforrások előfordulhatnak. A kritikus pontok felsorolását. A kritikus pontok szükséges és lehetséges ellenőrzéseket és intézkedéseket. A dokumentumokat a HACCP dokumentáció, ellenőrzési lapok, hibanaplók és intézkedési tervek. Az előírt higiéniai oktatások igazolása. A rendszert időről időre felül kell vizsgálni, ha a folyamatban az egység működésében változás történik, akkor el kell végezni a szükséges módosításokat. A jelenlegi szabályozás szerint a felülvizsgálat 2 évente mindenképpen kötelező, és azt dokumentálni kell. Gyakorlati teendők. Hűtőlánc folyamatosságának fenntartása. Fogyaszthatósági határidők betartása. A munkaeszközök, edények elkülönített használata, a rovar és rágcsáló írtás az üzlet összes helyiségében, a tisztító és a fertőtlenítőszerek alapos leöblítése, személyi higiéniés szabályok betartása, a szállítók helyes megválasztása. Röviden akkor ennyi is lett volna a HACCP. További jó tanulást kívánok!